Sziasztok, hagyományőrzők! A mai napon gombás-babos vadászragút készítünk vaddisznócombból. A hozzávalói a következőek. 1 kg vaddisznócomb, 20-25 dekagram erdei gomba, ez most jelenleg Erdélyből származó nyúlgomba, 20 dekagram konzervbab, ez természetesen lehetne házi is, csak mivel a hús se kell pácolni, így úgy gondoltam, hogy minden hozzávalója gyorsan és frissen elkészíthető legyen. 20 dekagram házi füstölt szalonna, 30 dekagram paradicsom, 4 darab zöld paprika, 3 közepes fej vörös hagyma, 1 darab sárgarépa, 1 evőkonálnyi só és 4 darab babérlevél, 3 szem borókabogyó, 5-6 szem szegfűbors, 10-15 szem fekete bors és 5 gerezd fokhagyma, 1 evőkonál őrölt fűszerpaprika, és talán a legfontosabb hozzávaló, 2 deciliter száraz vörösbor. Első lépésben a füstölt szalonnát felkockázzuk. Hogy jó és könnyen ki tudjon sülni a zsírja. Sikerült az egyik ujjamat elvágnom a nagyon éles lefentkéssel. Ugye mindig figyelmeztetek mindenkit. De hát ahol fűrészelnek, ott hullik a forgács. Most a vathúst aprítjuk fel. Szeletekre vágjuk. Körülbelül olyan vastagságba, hogy újnyi csíkokat kapjunk majd belőle. Még így vágunk egyet rajta. Körülbelül olyan 1-1,5 centi széles és 4-5 centi hosszú csíkokat kapjunk belőle. Ha tehetjük, akkor mindig a szálirányjal merőlegesen vágjuk a húst, és így jóval porhanyósabb lesz, puhábra tud sülni, vagy főni akár, mert a rostok rövidek lesznek benne. Hála Istennek, ismét a szabadban főzhetünk. A combból lévő zsírt levágtam, felkockáztam, ennek a kiolvasztásával kezdek. Sajnáltam volna eldobni ezt a zsírt róla, ezt gyönyörűen meg tudjuk sütni. A törtyűnek egy 15-20 perc alatt, ennyit rááldozok az időmből az elkészítésére. Látjuk, hogy 20 perc alatt tényleg nagyon szépen pirosra, ropogósra megsült a vaddisznó szalonna kocka. Kár lett volna ezt veszni hagyni. Kiszedjük. Ezt majd a főzés során szépen lila hagymával el tudjuk csipegetni. Lepirítjuk a szalonnát is. Fel tudjuk darabolni a kockázni a vörös hagymát. Nem kell nagyon finomra.
Így járunk el a paprikával. És a paradicsommal is. Valamint a fokhagymával. Gyönyörűen megsült a pörcünk is. Kiemeljük a tűzből a bográcsot, és kiszedjük egy edénybe. Aztán a forró zsírba beletesszük a felaprított vöröshagymát, fokhagymát, és egy picit pirítunk rajta nagy lángon. Mesés illata van a szalonna zsírba sülő hagymánknak. Egy 3 perc elteltével a paradicsomot és a zöld paprikát is hozzáadjuk. Jól elkeverjük. 10 perc elteltével, hogy elfőtte a java levét, hozzáadjuk a húst is. Ezt körbepirítjuk. Lejjebb engedhetjük a lángra, most már nagyobb hővel dolgozunk. A felúszó zsírra jön a zöld paprika, egy kicsit sütünk rajta, hogy kiadja a színét és a zamatait. Jöhet a babérlevél és a só. Mindet a sóból nem rakjuk hozzá. Meglátjuk majd, hogy a szalonna mennyi sót engedett ki. És felöntjük a bor felével és egy kis vízzel. Folyamatosan rövid lével, közepes lángon elkezdjük főzni, párolni. Amint elfőtte az első levét, és kezd sűrűsödni, hozzáöntjük a megőrölt szemes fűszereket, a borsokat. Ismét öntünk rá egy kis bort, megkeverjük. És tovább pároljuk. Háromnegyed óra főzés után kétszer már felöntöttük borral és egy kevés vízzel. Hozzáadjuk a sárgarépát, amit félfőre karikáztunk. Megkeverjük és tovább főzzük.
két órát kellett főznünk, mint kiderült ezt a disznócombot. Ezek szerint nem süldő volt, semmi probléma. Azért nem mondtam az elején időt, mert ezt nagyon nehéz kiszámolni, hanem mi lőjük a vadat. Most hozzáraktuk a gombát is már, majdnem puha a hús. 4-5-ször már vissza sült a zsírjára, fölengedtük mindig a vörösborral. Látjuk, milyen szép sűrű szaftja van. Most még a gombával 20 percet főzzük. Megfőtt a gomba is. Gyönyörű sűrű vadszaftunk van. Látjuk, hogy megfőtt a szalonna bőrke is. Most beletesszük a babot, amivel ugye ez konzervbab, főzés nem igényel. Átmelegítjük, egyet csak forralunk. Ez összesen 3-4 perc lesz. Amint átmelegedett, nincs más dolgunk, mint a tálalás. Krumpli gombócot készítettünk. Köretnek erre merünk egy jó darabot. Így. Kovászos uborkát adunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk. Gyarapodjunk mindahányan. Várjátok a következő receptünket is.